Sziasztok! Ja kéne persze. Rányom, hogy kell legyen valami támogatok. Magában vagyok, én pedig Hagyi Gáspár, és egy ikrus alkalmazásról fogunk beszélni. A projekt neve, Magyarenzú. Nem csak ketten csináltuk, így nagyobb csapatban. Ezen az ábrán látjátok a részletüket. Most nem kísérlem meg valós neveket. Ez egy szoftver, ami e köré az eszköz köré épül, ezt úgy hívják, hogy Leap Motion. Ez körülbelül egy ilyen ekkora eszköz. Az íróasztalra letehető a számítógép elé, USB-vel kapcsolódik a számítógéphez, és ez körülbelül egy ilyen egy méteres kör, félgömbben érzékeli a teret maga körül. És itt látható, hogy a benyúló, ebben a térben benyúló kezeket, vagy a kézben tartott eszközről küld információkat, a kéznek a pozícióját, orientációját, az ujjak irányát, elég nagy sebességgel, kb. 120 frame per szekundommal, és 0,1 mm pontossággal. Miután megismertük az interakció lehetőségeit, abban gondolkodtunk, hogy mi a legideálisabb alkalmazás, ami kihasználja ezt a fajta interakciót, és a marionettezést láttuk ki, és állatokkal kezdtünk el kísérletezni, először egy madárral. Abban gondolkodtunk, hogy egy madár marionett hogyan működik, ez nagyon egyszerű a felépítése, két szán, két láb. Úgyhogy összeültünk a csapattal, és elkezdtünk gondolkodni a madárról. Készültek ilyen skiccet, elég sok. Meg is állnék egy pár másodperc, szerintem ki tudja fogadni. Végül sikerült választanunk egy madarat, ezt a baloldalit, és elkezdhettük a érdemi munkát. Blenderben dolgoztunk. Először a skicből csináltuk egy 3D modellt, azt textúráztuk, lecsontoztuk, tehát tudjuk mozgatni a végtagjait, illetve úgy terveztük, hogy egy fizikai szimuláció is fog futni a játékban, és ehhez pedig egy, a szimulációhoz és az ütközés detektáláshoz egy úgynevezett rigid body modellt is készítettünk Blenderben. Ez a rigid body modell ez arra való, hogy befoglalja ezt a bonyolultabb testeket, és olyan kockákba, meg gömbökkel tudjuk leírni, ami könnyen, számítógép által könnyen számolható. És ez leírja ezt a struktúrát, amit egy fizikai szimulációban kiszámolunk. És ez a modell, ez hozzá van kapcsolva a marionettnek a keresztjéhez, ami követi a felhasználónak a kezének a pozícióját és irányát. És ezek a rigid body-k hozzá vannak kötve a 3D mesnek a csontjaihoz, és ez alapján tudjuk kirendelni ezt a bálot. Remélem mindenki értette ezt, hogy ezt nem tudjuk. A lényeg az, hogy technológia a kezünkben volt, és hogy volt már egy modellunk, elkezdtünk tovább dolgozni új bálokon, elkészült a majom, a polip és a T-rex. Azt kell tudni még, hogy ez a kereszt, majonett bábú kereszt, a készhez való kapcsolása, az elég jól működött, és megközelítette a valós marionettezésnek az élményét. Viszont összetettem mozgásokat, illetve a végtagok mozgatását elég nehézkes vele megcsinálni. Úgyhogy azt találtuk ki, hogy a speciális akciókat rendeltünk gesztusokhoz, és ezeket elő lehet hívni a különböző bábuknál. Ez az volt a probléma, hogy ezek a cselekvések általában mondjuk egy 3D animációval jutottak le, de jön nekünk egy fizikai szimulációt előzte meg a programban az animációt, amiatt ezt nagyon nehéz volt összeilleszteni. Így találtunk egy olyan rendszert, ahol az animációkat is fizikával fogjuk leírni, és ez egy piruett nevű cselekvést ír le. Itt megmondjuk, hogy a csontnak mi a neve, és hogy ezt milyen erővel, vagy milyen forgatónyomatékkal küldjük meg, és ez a következő akciót hozza létre. Nem tudjuk menni fog. Még egyszer! Azt szeretnék valamelyik elmondani, hogy a játék ingyenesen letölthető a Leap Motion Airspace Store-jából, és szeretnék, ha megnéznétek a trélert, ami készült a játékhoz.
köszönjük, és figyeljük. Volt róla szó, inkább nem. Akkor egyáltalán nem volt ezzel. Akkor köszönjük a kérdés, akkor köszönjük. Ott van egy. Ez azért elég sok fejlesztés azért, hogy ráütessetek egy majmot a madárra, mi így a támad. Mi az üzletitel? És az open source? Vannak open source részei. Köszönöm. De így jelent. És lesz olyan része, ahol saját modelleket tudok tartani? Elvileg az egész rendszer ugye Blenderben készült, mondhatok, úgyhogy nagyon könnyű új modelleket létrehozni, úgyhogy elvileg lehetséges. Ez az érzékelő device, mi a csoda? Leap Motion az a neve. Fél éve lehet kapni. Nem, semmi közünk hozzá, ez egy amerikai cég. Bedugod a gépbe és működik. Igen, ez egy ilyen cucc. Igen, nem esetleg egy pár dolog van, mert előtte nem jött ki, és mindig ilyen 10 percig magyarázunk, úgyhogy mindenki lehet tudom, hogy mindenki volt gyors. Szóval van egy pálya, és van még üzenetes rész is, ezek milyen érdekes részek lehetnek. Szóval az volt a koncepcióban, a dinoszauruszok egy vulkános pályán mozog, van a majom a dzsungelben, folyik az óceánban, és a madár pedig a hegyes gombos fás. Álló jelent, de összesen keverték. Tehát a T-rex bemelt a víz alá. Van valami olyan pálya, mint a Mortal Kombat, hogy a T-rex... Erre gondoltunk, igen. Az ütközők ezetállás megoldnak, az megépi az emogát, úgyhogy lehet, hogy ez lesz a következő. Majd az úr extended Mortal Kombat is. Egyébként a piruettnél pont azért teszem, hogy voltak ezek a kombinációk, hogy a T-rex így lehet karatézni a polipot, hogy ilyen. Próbáltuk. Akciókat egymás után fűzni. De van rá lehetőség, szóval ez most egy prototípus, úgyhogy próbáljuk ezt a hangját, és részlátjuk. Sok helyen olvastam azt, hogy a Leap Motion, az SDK-ja azért az eléggé hagy kívánni valókat maga után. Ez mennyire igaz? Tehát, tényleg nem annyira fontos, tényleg... Hát azokat az információkat, amikről beszéltünk, azokat elég pontosan és elég nagy sebességgel megkapjuk. Úgy működik, hogy van benne két kamera és három infraszenzor. Szóval, és mivel alattad van, ha itt adod a kezed vízszintesen, akkor működik, de persze, hogyha elforgatod 90 fokkal, akkor ugye nem fogja látni az ujjaidat. Szóval ez a limitáció, illetve az, hogy hasonló technológiák, mint például a Kinect, ami ugye egy nagyobb távolról teljes emberes felvételt készít, ott van mélységkép, itt pedig ezt nem érhető meg. Tehát hogy nem tudom megkülönböztetni azt, hogy hol van tehát hogy milyen magasan van a kezem? De azt meg tudod, mert hogy kapsz információt, pozícióinformációt kapsz milliméterrel, mint annál is fontosan. De hogy mélységképet, ilyesmi képet nem kapsz, csak vektorokat. Köszönöm. Köszönöm.